Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pataki Tamás, ez pedig a Non Plus Ultra, az Ultrahang vadonatúj történelmi műsora. Azonnal kezdünk, előtte arra kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel a Ultrahang Plus csatornájára. Mai vendégünk pedig Raffai Ernő történész, Trianon egyik legnagyobb szakértője, legnagyobb kutatója, akinek azt köszönhetjük, hogy ez ennyire a köztudatba került, mint amennyi ma a köztudat része. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Ernő. Én köszönöm a meghívást, kedves Tamás, és köszöntöm a hallgatókat, nézőket. A mai témánk nyilván kapcsolódik Trianonhoz, nem a hagyományos megközelítés, hanem inkább egy rejtettebb megközelítése, mert írtál egy könyvet, aminek az a címe, hogy Mr. Trianon. Ugye ez alatt egy olyan skót újságíróra, ügynökre, lehet így is mondani, gondolsz, aki amíg a monarchia idején járt Magyarországon, és rengeteg cikket, még könyvet is írt arról, hogy a magyarok mennyire elnyomják a nemzetiségeket, a tótokat, erdélyi románokat, szerbeket, és nagyon aktívan hozzájárult ahhoz, hogy lejárassa Magyarország addig pozitív nyugati imázsát. Ez egy nagyon izgalmas téma, és leginkább az elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy ki ez a Robert Seton Watson, és hogy került ő Magyarországra? Nos, Robert William Seton Watson az édesanyja miatt fölvette az édesanyja lánykori nevét, innen van a dupla név, egy ősi régi skót család, és valamelyik angol kötetben olvastam, hogy visszavezeti az valóban ősi levéltári forrásokkal igazolhatóan régi családfáját az egyik Árpádházi magyar királylányhoz is. Ő benne valóban fiatal korában, ugye 1879-ben született, tehát úgy nagyjából nem pontosan, de nagyjából Ady Endre korú korosztálya. Az egy jeles, az 1870-es évek jeles generációkat adott Európának. Ő is ekkor született 79-ben, és jó hosszan 1951-ig élt. Nagyon sok mindent megért, ugye az első világháborút, a második világháborút, de kezdjük az elején. Az édesapja, tehát ők skótok voltak, ezt már mind a ketten mondtuk, és érdekes, hogy, és ez több skótországi, velszi, írországi emberrel előfordult akkoriban, akik tehát nem angolok voltak, hanem britek, ahogy mondják, vagy mondjuk, akik beilleszkedtek az angol gyarmatpolitikába, és hát annak a, hát udvariasan fogalmazva, haszonélvezői voltak. A Seton Watson, tehát a Richard William Seton Watson édesapja is Indiában, meg különböző a brit gyarmatbirodalomban dolgozott, és hát jó módú család volt. Teakereskedő volt. Teakereskedő, igen, nem akartam ennyire részletezni. Hát ugye az indiai teát ma is isszuk. Hát akkor brit tea, meg angol teaként, de indiai tíként is, ahogy ők mondják, került forgalomba. És hát hatalmas hasznot hozott, mint általában a briteknek a gyarmatbirodalom, de erről majd a háború kirobbanásakor, a német-angol ellentétek kialakulásáról egy kicsit részletesebben javaslom, hogy beszéljünk, mert a világháború egyik okánál járunk. Na most Seton Watson, hát ugye a legjobb iskolákat végezte el, az első világháború előtt az angliai, egyetlen az angol nyelvű, Amerika még akkor annyira nem volt jó az iskola rendszer, de a britek a legjobb egyetemeket hozták létre, és ott olyan történet szemléletet kaptak a hallgatók, Seton Watson is, hogy ők a brit úgy érezték, hogy az a helyes, hogy skót létére a brit birodalmat akarja szolgálni. Ugyanakkor följegyzése, például Jeszenszky Géza írt Seton Watsonról
50 évvel ezelőtt egy elég jó és jó hosszú tanulmányt, sőt több tanulmányt is, és onnan tudjuk, hogy Seton Watson nagyon büszke volt arra, hogy ő ősi skót családból származik, de ugyanakkor hát Skócia, tudjuk, hogy milyen körülmények igen. között, ugye Angliával sok háborút vívva, vereséget nevet, stb., és hát beilleszkedtek. Na most, hogy kerül Budapestre Seton Watson? Hát a britek, az angol szászok, az angolok, a skótok magyarság képével kell kezdenem. Ez azt jelenti, hogy ők hogyan gondolkodtak a magyarokról. Ez rendkívül pozitív volt nagyon sokáig, a világháború közepéig, az első világháborúról beszélek, közepéig ránk magyarokra nézve, mert a magyarokat ők, az angol szászok Kossuth Lajos népének, a liberalizmus népének, a szabadság népének, a szabadság szerető népnek, olyan népnek tartották, akik nem csak beszéltek a libertiről, ugye a kulcs szó a nyugati társadalmak megértéséhez, hanem a magyarok tettek is ezért. Hát Kossuth, a kormányzó, és a magyar hadsereg. Sose felejtem el, hogy amikor több amerikai utam során az egyikben az Arlingtoni, ez Washington mellett egy gyönyörű dombvidék, gyönyörűen parkosítva, a világ talán legnagyobb katonai temetője Arlingtonban. Az Arlingtoni temetőben a Budapestre akreditált amerikai ezredes, a katonai attasé elvitt bennünket, négy magyar tisztet meg engem, 48-49-ben Magyarországon katonai tapasztalatot szerzett, tehát harcolt magyar tisztekhez, a sírjához, akik később az amerikai polgárháborúban, észak-dél háború, meg különböző harcaiban az USA-ban, mint nagyon tapasztalt magyar tisztek részt vettek. Meg is koszorúztuk ott őket többek között. Ez még tehát, államtitkári? Igen, akkor még a Honvédelmi Minisztériumban dolgoztam, tehát most már 32 éve voltam az Arlingtoni temetőben, de most is gondozzák a sírokat, úgy értesültem. Tehát az a helyzet, hogy, és ez volt, ez a magyarság kép volt a jellemző Richard William úrra is, fiatal úrra, szerette a magyarokat, nagyra becsülte. És volt egy barátja, egy újságíró, aki a Times-nak volt a bécsi tudósítója, és mint bécsi tudósító akreditálva volt Budapestre is, tehát a monarchia beli tudósítója volt, tehát két főváros volt, de ez egy olyan sajátos dolog volt, mert csak egy példával érzékeltetem, szóval azért Bécs egy kicsit erősebb pozícióban volt, mert például a külhatalmak nagy követségei, azok mind Bécsbe voltak. De a külhatalmak főkonzulátusai, azok Budapesten voltak. Tehát Budapesten volt, mondjuk a román követség Bécsbe volt, de a román főkonzulátus egy kémközpont volt, különben Tisza István irataiból tudjuk, Budapesten volt. És akkor, amikor Seton Watson először, nem sokkal 1900, tehát az új, a modern 20. század első éveiben elment Bécsbe, ez a ismerőséhez, később barátjához, akkor Steed nevű újságíróhoz, vezető szerkesztő lett később ennél a nagy lapnál, akkor ő mondta, hogy hát menjünk el Budapestre. És akkor ez az újságíró barátja, meg más ott még angliai politikusoktól szerzett ajánlóleveleket, és elment Budapestre, és Apony Albert gróffal, különböző magyar, most nem sorolom a neveket, ebbe a kötetemben benne van. Tehát olyan országgyűlési képviselőkkel, vezető sajtó munkásokkal, újságírókkal beszélt, akiknek komoly rálátása volt a magyar politikára. Na, ezekben az urakban, a magyar urakban azt írja ő legalábbis, Seton Watson úr, hogy ő csalódott. Mert rá kellett jöjjön arra, írja ő, különböző előadásaiba és Bécsbe is ezt elmondta egy előadásába, Budapesten a nagy sajtóbotrány lett ebből a mondatából is, hogy ő azt vette észre, hogy jó, hát Kossuthék csináltak, amit csináltak, de most a magyarok, most 906-ba, 907-ba, 8-ba, tehát az első világháború előtti Trianont megelőző 15-20 év alatt a magyarországi nemzetiségeket elnyomják.
Elkezdett adatot gyűjteni, és most nem részletezem, mert hosszú történet elvenni az időnket, de nem románokkal barátkozott össze, erdélyi románokkal, nem szerbekkel, velük is majd később nagy szemembe, különböző helyeken, hanem szlovák emberekkel barátkozott össze, cseh kapcsolatok, bécsi meg prágai cseh kapcsolatai révén, és elutazott a Felvidékre. 907-ben, 8-ban többször is, több alkalommal volt a Felvidéken, szlovák környezetben. Na most hát el tudjuk képzelni, én ebben a kötetemben írom, és lábjegyzetben meg is írom, hogy kik voltak név szerint azok a szlovák politikusok, akikkel ő kapcsolatba került. És most nem akarok nevekkel untatni senki, de tény, hogy több olyan szlovák, akkor már idősebb urat megismert, 1907-ben, 8-ba, 1906-ba is talán már, akik annak idején 1849-ben, a Kossuth-féle forradalmunk idején a magyarok ellen Habsburg Zsoldban harcoltak. Na most hát képzeljük el, hogy hát miket mondtak Seton Watsonnak. Summa summarum, miért mondom ezt? Mi lett ennek a következménye? Hát ugye akkor 28-30 körüli fiatal ember volt, könnyű kiszámolni. Seton Watson fogékony volt, érzelmileg is, lelkileg is erre az egész magyar-szlovák ellentétre, ami hát akkor is már megvolt, még meg már megvolt, és hát ő a szlovákok mellé állt, és meggyőződése lett, és ez a lényeg, hogy a magyarok elnyomják a nemzetiségeket, és ő úgy érezte, mint liberális, nagylelkű, skót, brit demokrata, hogy ezeket a nemzetiségeket neki támogatnia kell különböző módokon. Igen, de ez lenne egyik kérdésem, hogy ténylegesen így vált Magyarország ellenségévé, vagy ez ébresztett benne ekkora ellenszenvet a magyarok iránt, hogy állítólag elnyomták a nemzetiségeket, vagy azért jött ide, hogy ezt közvetítse majd, mármint, hogy akár ügynökként küldte valaki, vagy hát úgy értem, hogy a brit birodalom, hogy itt élezze ki az ellentéteket, mert manapság is látunk ilyeneket. A történelemben általában a folyamatok, az ügyek is ismétlik önmagukat. Más nevű személyek vannak, más emberek vannak, esetleg más nemzetiségűek is, de az alapképletek azok általában ugyanazok. A kérdésed jogos. Seton Watsonnak volt két fia. A később is megnősült, gyerekek, stb. Mind a két fia, az egyik Hugh, a másik, meg stb. 36-ról hasonló angol neve van, mind a ketten történészek lettek, és ők ketten, a két fiú, mint történész, az édesapjukról ír egy nagy vastag monográfiát. Ez a könyv ez Magyarországon megvan, magyarul egyetlen könyvét se fordították le, de majd erről egy pár mondatot később mondok, mert most az egyik majd ki lesz adva, ha minden igaz, magyarul. És hát arról, hogy ő milyen angol politikusokkal volt kapcsolatban, ott sok szó esik. Most nem akarom ezt részletezni, ugye Angliában a konzervatív párt meg a liberális párt veszekedik mindig a hatalomért, most is így van, közben jött ugye a munkáspárt is megerősödött, de ez újabb fejlemény, de már az ő korában is volt, de ő olyan liberális politikusokkal volt kapcsolatban, amely liberális brit, általában angol nemzetiségű brit politikusok kialakítják Nagy-Britanniának azt a, hát én szörnyűnek is mondhatnám, azt a jellemzően brit külpolitikáját, amely gyakorlatilag a gyarmatosításra és egész Európa gazdasági, és szellemi és ideológiai, hát nem azt mondom, hogy alávetettségre, majorizálását célozta. Na most gondoljunk bele, hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak a futbolról, meg a szivarokról, meg esetleg az angol hölgyekről beszélgetett Seton Watson ezekkel az angol atyai kortársairól, nem is beszélve atyai ismerőseiről, patron,
tulajdonosairól, akiktől az előbb mondtam, hogy ilyen ajánló leveleket is kapott, például az IPU, az Interparlamentális Unió Magyarországi Országgyűlési Bizottsága elnökéhez, Aponyi Albert grófhoz, szóval ezek a britek, az ő Seton Watson londoni barátai, nem akárkik voltak, és biztos vagyok benne, hogy nem csak ezekről a lenge témákról, hanem nagyon komoly ügyekről is beszélgethettek, hogy csak egyet vessek föl, talán majd később lesz időnk erről egy-két percet maximum beszélni, az osztrák-magyar monarchia és Nagy-Britannia kapcsolata. Ez egy nagyon érdekes dolog. Edward király, igen? Igen, akkor le is csapok rá, mert ugye amíg meg nem jelent Seton Watson, mondjuk ilyen 1907-10-ig, ugye a brit birodalomnak, ha jól tudom, az volt az érdeke, hogy a monarchia, az osztrák-magyar monarchia fennmaradjon, mert bebeláttak egy ilyen biztonsági garanciát, igen, saját érdekeikre nézve is, de akkor jött egy fordulat, és hirtelen hát szívet cseréltek, és az lett a politikájuknak a fő irányvonala, hogy szüntessék meg az osztrák-magyar monarchiát, hogy akkor milyen érdek vezetett ehhez, igen, a váltáshoz, szemléletváltáshoz. No, ez a korabeli európai nagypolitika, vagy nagyhatalmi politika egyik legfontosabb kérdése, amit most előhoztál, témája. Megmondom, hogy miért. Ugye a világ történelmét, Európa történelmét is, hát akkor az első világháború előtt a modern világ az Európát jelentette, tehát az európai hatalmaknak, amelyek gyarmattartó hatalmak voltak, az osztrák-magyar monarchiát leszámítva, zárójel bezárva, a legfontosabb témakörénél tartunk. Nevezetesen arról van szó, hogy ugye Anglia az ipari forradalom hazája. Ipari forradalom, angol ipari forradalmat én 30 éven át tanítottam a Bekerle Sándor üzleti főiskolán, jól ismerem, és tudom azt, hogy már az 1690-es évek végén Angliában, most nem részletezem, nincs a idő, a nagypolgárság hatalomra került. A nagypolgárság, ez nem csak azt jelenti, hogy jól öltözött, gazdag és vastag, ha vanna, szivarokat szívó urak, és hát helyenként hölgyek, hanem ez azt jelenti, hogy az brit, nevezzük britnek, gyakorlatilag inkább elsőben angol, a brit termelő tőke, a cash money, az a tőke, ami a gyarmatosításból is befolyt, meg ami a megtermelt áruszikek eladásából is befolyt, ez a 19. század utolsó és a 20. század első éveiben egyszer csak úgy érezték Londonban, hogy veszélybe kerül. Mi történt? És itt a lényeg. A Németország gazdasági fejlődése, főleg az 1890-es évektől, tehát a Bismarck herceg, korábban gróf, aztán hercegesítette őt a porosz király, ahogy Németország brutálisan elkezdett fejlődni. Kialakult a németországi, az ipari forradalomnak egy modernizált németországi változata. Konkrétan elmondom, egy példával érzékeltetem a kedves nézők, hallgatók számára, hogy miről van itt szó. 1900-ban vagy 1901-ben ő felsége a király kapott egy, bocsánat, nem, a brit miniszterelnök kapott egy levelet, egy jelentést. A külügyi jelentésben az szerepelt, hogy jelentették neki, hogy a világpiacon megjelent a német acél. Megjelent még az osztrák-magyar acél is, semmi gond, hanem kiderült a jelentésből, hogy a német acél egy kicsivel olcsóbb és egy kicsivel jobb minőségű. Ugye most a világért sem mondanám el azt, amit a vekerlés hallgatóimnak, amit elmondtam, hogy az acélt hogyan gyártják. Tehát, hogy oxigént fúvatnak a forrongó nyersvasba, kiégeti a szennyeződést, és minél jobb a kiégetés, annál hajlékonyabb az acél. A vas törik, az acél nem törik, hanem hajlik. Óriási jelentősége van a nehéz gépipar, a hajóépítőipar. Ha jó az acél, akkor nem 5000 bruttó regisztertonnás hajókat lehet építeni, hanem
50 ezer bruttó regisztertonnát, vagy a dreadnoughtokat, ezeket a 25-28 ezer bruttó regisztertonnás hadihajókat. Tehát itt erről van szó, hogy itt a világhatalom megragadásáról van szó, és az angol politikusok halálpontosan érzékelték azt, hogy a német acélgyártás és ennek a betörése az európai piacra, ugye az olaszok is, a franciák is, a belgák is, a dánok is, a hollandok is hajóépítő nemzet. Nem mindegy, honnan veszik a tömérdek millió és millió tonna acélt. Itt került veszélybe, amit ahol az előbb az acélgyártás felé elkanyarodtam, a brit gazdaság. Ez a gazdasági ellentét alakítja ki alapvetően a brit-német nagy politikai ellentéteket. Ez azért érdekes, mert ugye a Viktória királynő, aki egészen 1901-ig élt, és akkor jött utána a sokáig, 50 éven keresztül Velszi hercegként második helyen lévő Edward király, vagy magyarosan Eduard, 7. Edward, tehát az Edward, mint brit uralkodó, vagy például első Vilmos, vagy második Vilmos császár, ők a Viktória királynőnek most nem részletezném a különböző Coburg, meg egyéb Hohenzollern, Sigmaringen, stb. Uralkodóházak összefüggéseit, akit ez érdekel, online rá lehet kattintani az uralkodóházak, mind fönt vannak, sokat tanulmányoztam én is, de mind rokonságban voltak. Csak zárójelben mondok egy érdekességet, hogy a második Miklós orosz cár és második Vilmos német császár és porosz király unokatestvérek voltak, és a Viktória vonalon. Tehát nagyon érdekes, hogy ezeket a családi kapcsolatokat hogyan teszi történelmi jelentőségű ellentétté az a gazdasági érdekellentét, ami a 20. század első évtizedére, vagy inkább elejére kialakul. Ugyanis ennek a német-angol ellentétnek, és itt jön be Seton Watson, aki német, csak az előbb elfelejtettem mondani, de most mondom, mert ide tartozik, ő nem csak az osztrák-magyar monarchiába ment el többször, hanem ő elment Németországba. Ő azzal kezdett foglalkozni, hogy Németország története. Uh-huh. Ő valahogy vagy tudta, vagy érzékelte, vagy valamelyik jó akarója megmondta neki, hogy figyelj oda, fiam, mert a német-angol ellentét majd még okoz gondokat. Ez egy nagyon fogékony és igen tehetséges ember volt a Richard William Seton Watson, úgyhogy Németországban is többször járt. És most hogy jön ide ebbe a nagy ellentétrendszerbe, és ennek a megértetése céljából mondtam el az eddigi gazdasági, meg nagy politikai dolgokat, az osztrák-magyar monarchia. Hát úgy, hogy az osztrák-magyar monarchia 1879. októbere óta, mióta Bismarck herceg és Andrássy Gyula gróf a monarchia közös külügyminisztere, Európa egyik vezető személyisége, a szép akasztotta, hogy bizonyos női körökben mondták, még a párizsi emigrációjában, ahol nem csak szabadkönyves páholy tagja lett, egy francia páholy tagja, hanem hát tömérdek hölgy ismerőse volt, zárójel bezárva. Tehát megkötötte Bismarck és Andrássy a német-osztrák-magyar kettős szövetséget. Ennek ez a neve, hogy kettős szövetség, de mondták úgy is, hogy középponti hatalmak, a mai tankönyvben központi hatalmakként szerepel, hogy pontos legyen a fogalomhasználat, és majd 1882-ben az olaszok belépnek, és 83-ban pedig a román királyság. A román királyság, amelyik ugye három nagy hatalom között igen. volt, orosz, török, monarchia. Pont ezen a vonalon ugye a Hohenzollern, amit említettél, ugye, mert igen, a román igen, királyi család is ugye német, hát egy német. A román királyi család a Hohenzollern-Sigmaringen dinasztiának igen. egy hercegétől, Károly hercegtől, a román nevén Károlytól, ugye egy német, meg Karl hercegtől származik, zárójel bezárva. Na most a monarchia tehát úgy kerül a képbe, a brit külpolitika látószögéből, és itt majd mindjárt visszatérünk Seton Watson történelmi felfogásához, hogy miért. Most akkor ügynök volt, vagy ki volt ő, hogy a Londonban azt látták egy idő után, de facto 1879 után, hogy a monarchia túlságosan közel kerül Németországhoz. Gondoljunk bele,
hogy kialakul a német-angol ellentét, Németországnak, tehát a német császárságnak egy darab nagyhatalmi szövetségese van, Európa második legnagyobb országa, a 676 ezer négyzetkilométeres osztrák-magyar monarchia, vagy osztrák-magyar birodalom. Két hivatalos neve volt a monarchiának 1868 novemberétől. Nagyon érdekes történet. Itt is zárójel bezárva. És Seton Watson ebbe a nagyhatalmi helyzetben él, amikor elmegy Németországba, majd eljön többször a magyar királyságba. Na most az volt ugye a fölvetésed, a kérdésed, hogy őt küldték-e. A helyzet az, hogy én elég sok mindent elolvastam róla, hát olyan értelemben, tehát nem titkosszolgaként, nem hírszerzőként küldték, de mint a brit érdekképviselőjét küldték. Uh-huh. Ez akkoriban politikai ágens, így nevezték az ilyen embereket, akik elmentek egy országba, és ott kapcsolatokat építettek. Ez volt az első lépés. Utána mentek a diplomaták, utána a katonák, utána jött a gyarmatosítás, a világ más részein. Hát Európában nem lehet egy gyarmatosítani, főleg nem az osztrák-magyar monarchiát, de az osztrák-magyar monarchiát, ha a briteknek sikerül akár Seton Watsonnal, akár ezzel a Steed nevű újságíróval, akár másokkal meggyöngíteni, akkor azzal kit is gyöngítenek? Németország. Úgy van, azzal Németországot gyöngítik. Na így kell szerény megítélésem szerint, és a négy Seton Watsonról szóló könyvemben ezt fogom részletesen kifejteni, hogy ebben a folyamatban a monarchia meggyöngítése, és ennek a segítségével a német birodalom, a német császárság meggyöngítése szolgálta a veszélyhelyzetet érzékelő Nagy-Britannia érdekeit. Igen, ez sokkal tágabb kitekintésbe helyezi Trianon kérdését is, ugye, hogy itt nem csak egy magyar ügyről van szó, vagy egy Kárpát-medencei ügyről, hanem birodalmi érdekek is közrejátszottak ebben. Az röviden ezt el tudnád mondani, hogy például ebbe a híres könyvébe, amit írt magyar nemzetiségekről, ez a Racial Problem in Hungary, hogy mivel vádolta ő a korabeli Magyarországot, miben látta ő ezen nemzetiségek elnyomását, és ebből mi volt igaz? Mert tudtommal, ahogy mondani szoktad, az osztrák-magyar monarchia az a Európának a liberális mintaállama volt. Hát akkor mi volt itt az elnyomnivaló? Hát igen, és ha szabad a mondatot folytassam, 1868/44. Törvénycikk az a nemzetiségi törvény volt, ahol a nemzetiségek bizonyos területeken, oktatás és egyház, azok a nemzettudat föntartása, a nemzeti nyelv föntartása, tehát kulcs területein az életnek autonómia közeli helyzetet kaptak. Tehát a balázsfalvai, hát Erdély vagy balázsfalvai román, görög, katolikus érsek mondta meg, hogy hol, melyik román lakta faluba csinál görög-katolikus egyházi föntartású iskolát, és az iskola milyen tanítási nyelven fog tanítani. Ő mondhatta meg a magyar Deák Ferenc és munkatársai által fogalmazott törvény szerint. Tehát az volt a kérdés, hogy ebben az 1908-ban megjelent The Racial Problem in Hungary. Hát a faji kérdés Magyarország. A faji, csak a racial szó, az igen. Akkoriban úgy értették, hogy nemzeti vagy nemzetiségi. Úgyhogy az a jó fordítás, a nemzetiségi kérdés Magyarországon. Igen. Éveken át gyűjtötte az anyagot Seton Watson, és hogy a fölfogását, a történelmi fölfogását és a magyar nemzetiségi politika általa történő megítélését pontosan helyre tudjuk tenni. Én megvizsgáltam azt, és majd az egyik, utána harmadik vagy negyedik Seton Watson kötetemben ezt részletesen kifejtem, hogy érthető legyen egyszer a magyar történetírásban ez a dolog.
kitől kapta az információkat? Az előbb említett szlovák barátaitól. Igen. Közben elment Nagyszebenbe, most a kapcsolatrendszerét nem elemezem, elmegy az időnk, ott románokkal, ugye a román, az Erdély és Magyarország és Erdélyi Román Nemzeti Párt székhelye Nagyszebenben volt, előbb egy faluba, aztán Nagyszebenbe, és ott ennek a román, Erdélyi Román Pártnak a vezető embereivel, most a nevek nem érdekesek, akik kivétel nélkül mind magyar ellenes soviniszta románok voltak, tőlük szerzett információkat, és a szerbek közül az akkori legismertebb budapesti országgyűlés tagjaként működő néhány szerb országgyűlés, újvidéki és újvidék környéki, tehát magyarországi, magyar állampolgárságú, szerb nemzetiségű szerb politikustól szerezte az információkat. És még valami, nagyon érdekes, hogy Seton Watson, ezt eddig nem említettem, nem csak szlovákokkal, szlovák politikusokkal, hanem cseh politikusokkal is kapcsolatot tartott. Ő volt az a személy, erről elég kevés van a szakirodalomban is, a fiai is írnak erről valamit, meg egy-két helyen olvastam, hogy ő volt az, aki összeismertetett cseh és szlovák politikusokat. Uh-huh. Tehát az úgynevezett csehszlovákizmus eszméjében is van egy szerény, nem túl nagy, de szerény szerepe, kimutatható levéltár, illetve szakirodalmi szinten. Na most, ez a könyve, el kell mondanom, hogy magyarul már le van fordítva, nekem ott van a számítógépemen, és konkrétan mondom, ugye leütés számba szokták mondani, hogy milyen vastag egy könyv, nem csak oldalszámban, mert az betűtípustól függ, 1.214.000 leütés. Jó vaskos. Ez egy igen vaskos, nem azt mondom, hogy egy arasznyi vastagságú, de egy fél arasz hatalmas nagy könyv. Egyébként, aki angolul olvas, a Wikipédián, ha az ember beüti Seton Watson nevét, ott vannak, hogy művei, és ott ki van kékítve, oda rákattint az ember, akkor valamelyik angol vagy amerikai könyvtárból, ha jól hiszem, a 961-es könyvben, nem csak 908-ban adták ki, hanem azóta újra folyamatosan kiadják, aminek nem az a jelentősége, hogy mennyi példány fogy, és mennyi hasznot hoz dollárban vagy pound sterlingbe, hanem az, hogy a magyar ellenességet így tartják fenn. Igen, hát a szellemi térbe ott legyen. Tehát a szellemi térbe ez ott legyen, miközben igen. Az én könyveimet kiszedik. Egy könyv, ami jelent meg angolul, hallom, hogy kiszedik a különböző könyvtárakba, hogy nehogy legyen ellenvélemény, zárójel bezárva. Na most ebben a könyvben, ugye a kérdésedre válaszoljak, mert eddig könyvészetről beszéltem alapvetően, végigveszi a saját történelem fölfogása szerint a magyar nemzetiségi politikát. A tipikus angol történés stílusban ír, tehát úgy állítja be az ő stílusát, úgy fogalmaz, mintha ő pártatlan lenne. Audiaturet altera pars, írja is a könyve elején, hallgatassék meg a másik fél is. Na most a másik fél alatt ugye a szlovák, román, szerb, stb. Ruszin nemzetiségeket érti, és sok dokumentumot megszerzett, ugye voltak akkoriban, néhány példát mondok, sajtóperek. Mit tudom én, bezárták az Emir Iszákot, aki egy erdélyi román, hát elég magyar ellenes román férfiú volt. Például Herceg Ferenc írja le az egyik, a több memoár kötetéből az egyikbe, hogy ő együtt ült a Váci Fegyházba ezzel a talán Emir Iszákkal, valamelyik románnak. Talán Szádovjánóval, nem? Azzal is szerintem Herceg Ferenc nagy párbajozó volt, úgyhogy mindenkivel ült, majdnem ült egyet. Ez fontos itt megjegyezni, Ernő, hogy ez amikor azt mondjuk, hogy lecsukták ezeket az újságírókat akkor, azért, ha jól tudom, ez egy olyan fogság volt, hogy igazából kisétálhattak a börtönből. Igen, ez és teljesen így van. Ki is engedték az egyiket, amikor szült a felesége valami ilyen. Ezt a románt, akiről beszélünk. Igen. Tehát azért ez nem egy olyan, hogy beviszik, mint az Andrássy út 60-ba, és leverik a vesélyét. Igen. Nem ez kell. Igen, a kedves nézőknek, hallgatóknak ajánlom Krúdi Gyula, kedvenc írómnak a magyar királyi államfogói úr című novelláját. Pont benne van. Pont benne van ezek, hogy
feleség oda költözhetett a szomszéd házba, erre a csendőrségtől, vagy a városokban a rendőrségtől kapott engedélyt, ebédet vihetett be neki az asszony minden nap, a család, a gyerek. Tehát ez egy ilyen lájtos, úri, igazi úri vérliberális börtön fölfogás volt. Ugye magyar, csak zárjában mondom. A norvég modell, nem ismerem, mert Norvégiában még nem voltam börtönben, de még mondjuk eddig még Magyarországon se. Tehát az a helyzet, hogy az információ informátorai őt dezinformálták, bocsánat, a sok idegen szóért. A könyvéből, hát az 1.214.000 leütésből, most már én kb. 1 milliót elolvastam, tele van csúsztatással. Tele van csúsztatással. Gyakorlatilag leírja, hogy ütik, verik a nemzetiségeket, nem betiltják az iskoláikat. Itt egyébként volt egy betiltás, a dualizmus kezdetén, 10 évvel körülbelül a kiegyezés után, 11-12 évvel, ebben a Mr. Trianon első kötetemben írom le, ha jól emlékszem részletesen, a felvidéki 3 katolikus, illetve evangélikus egyház által föntartott szlovák tanítású nyelvű gimnáziumot Tisza Kálmán miniszterelnök betiltotta. Csak én meg is indokolom egy 50-60 oldalba, hogy hát azért kell betiltani az iskolákat, mert az ottani szlovák tanárok, azok a magyarokat úgy gyalázták tanórákon, tehát tanukat hallgattak meg, tanulák, hogy a magyar az a mongolok nyelve, menjenek vissza a magyarok Ázsiába. Mondták ezt, mit tudom, 1879-ben Selmecbányán a katolikus vagy evangélikus gimnáziumban egy szlovák tanár a szlovák diákjának. Ilyent akkoriban, hát gondoljunk bele, az akkori Románia, az akkori Oroszország, az akkori akármelyik országban sehol nem engedtek meg, és retorziókat jelentett. Na most, Seton Watson nem mérlegel, hanem minden ügyben kizárólag, és erre mondtam, hogy aránytalan és igazságtalan, minden ügyben kizárólag a román sérelmek, a tót sérelmek, a szerb sérelmek kapcsán a nemzetiségek mellé áll. Pedig voltak ott pro és kontra dolgok, ugyanakkor hát vannak a könyvében olyan mondatok, hogy igaz, hogy volt az 1868/44. TC, a nemzetiségi törvény, de a helyi csendőr hát nem biztos, hogy ismerte ezt a törvényt, és a saját feje szerint járt el. Tehát igazságtalanságokat leír, meg sajnos nemzetiségellenes igazságokat is ír. Ami a lényeg a könyvében, hogy ezt a könyvet először angolul adták ki természetesen, aztán kiadták németül, kiadták csehül, kiadták szlovákul, különböző nyelveken, az angol nyelvvel beterintették a fél világot, a német nyelvvel Németország, Svájc, Ausztria, Magyarország, ugye Magyarországon minden értelmiségi tudott németül. Igen. Sokan nagyon jó, Tisza István anyanyelvi szinten beszélt németül, úgyhogy az a helyzet, hogy bizony óriási volt a könyvnek, nem a tudományos értéke, mert az nem nagyon van neki, majd ki fogjuk adni a Kárpátia Stúdió tervei között szerepel a könyv teljes terjedelmű, akár mennyi papírba kerül kiadása, és azt én meg fogom cáfolni egy külön kis monográfiába. Tehát az a helyzet, hogy Seton Watson 908-ban kiadott könyve, 908-ban, 909-ben, 910-ben beterítette Európát. És óriási hatással volt, mert az újságok, nem csak Steed, meg Seton Watson nagybritanniai, angliai újságíró barátai, meg bécsi, meg Németország ismerősei írtak a könyvről. Csak egy például érdekességet mondok, hogy Magyarországon volt akkor egy Jászi Oszkár által főszerkesztett újság, a címe 20. század. A 20. században, ma a kötetemben is idézem, de többször... Szemlézték? Nem csak, hogy szemlézték, hanem tehát egy másfél-két oldalas kis könyvismertető volt, hanem egy nagyon komoly könyvkritika volt. És Jászi Oszkár egyetértett vele. Bizonyos kérdésekben egy kicsit Jászi viszonylag korrekt Jászi kritizálta is Seton Watsont, hogy túlzás, nem tudja bizonyítani dokumentumokkal, pont amiket én is gondolok, de nem tudja dokumentumokat, semmit nem tud bizonyítani szinte. De egy-két hivatalos iratot azért közöl Seton Watson, úgyhogy az a helyzet, hogy a budapesti, illetve nagyvárosi magyarországi liberális, sok esetben szabadkönyves, ugye Jászi akkor
utána nem sokkal lett a Martinovics Páholy főmestere, tehát itt nem akármilyen összefüggésekről van szó, nyugati kapcsolatok, stb. Ennek a könyvének a Nemzetiségi Kérdés Magyarországon 1908 nagyon komoly tehát nagyon hatása sokat, volt. Nagyon sokat rontott a magyar. Igen, a magyarság képen pont ez a lényeg, amit mondasz, hogy a brit, nagy-britanniai, angliai magyarság képet kezdte el lerombolni. És amikor 2010-ben vagy 11-ben megjelent a magyarországi választásokra, akkor volt egy választás, 910 nyarán volt a választás, amikor ugye a Vekerle Sándor második kormánya megbukik, 910 június 1 és 10 között, most jut eszembe, akkor voltak a választások, 10 napig tartott, mert nem volt online rendszer, meg számítógép, ugye? El kellett menni papíron, beixelni, stb. És Jász, vagy Seton Watson már 910 tavaszán bejelentette a magyar sajtóba, és megjelent Rákosi Jenő budapesti hírlapjában, olvastam magam is, hogy ő fölszólítja a magyar sajtóban, de a szlovák, a nagyszebeni román sajtóban, és Balázsfalvi román sajtóban is fölszólította a magyarországi nemzetiségeket a saját nyelvükön, meg magyarul is, hogy ha bármi negatívumot a nemzetiségek ellen tapasztalnak, nem voltak nemzeti román, szlovák, stb. Szerb képviselő jelöltek is, nagy részüket sikerült megbuktatni, de sokan be is kerültek a budapesti Magyarországgyűlésbe, akkor a sérelmeikről jelentést írjanak a saját nyelvükön Seton Watson számára. Uh-huh. Őként kezdett szlovákul tanulni valamit, románul tudomásom szerint nem tudott, úgyhogy amikor megjelent 1911-ben, ha jól emlékszem a dátumra, a magyar országi 910-es választásokról szóló könyve, akkor azt is eltehetsz, az is megjelent csehül, németül, angolul természetesen, mindig először angolul, azt is elterjesztették Európába. Most a 908-as, meg a 911-es könyv, gondoljunk bele, nincs rádió, nincs tévé, nincs internet, nincs semmi, csak a napilap. A napilap meg a könyv. A könyv az ugye nehezebben terjedt, de hát az értelmiség akkor könyvolvasó volt, most online olvasók vagyunk, és a napilap. Például ebbe a kötetembe is írom, meg a következőkben is lesz erről szó, hogy igen nagy sajtóvisszhangja lett az ő könyveinek. Mindenhol írtak a könyvéről. Ezt akartam kérdezni, hogy ilyen módon akár, tehát milyen módon hatott a párizsi békekonferencia munkájára, jól tudom, jelen is volt a Versailles béke tárgyalások idején. Hát egyfajta civilként, vagy szakértőként, vagy nem tudom pontosan, hogy miként, de jelen volt, gondolom, ez is jelez egyfajta rangot, hogy hogy mehetett oda. Igen. Tehát, hogy szerinted mennyire határozta meg a ilyen gazdasági, meg ilyen geopolitikai érdekeken túl, mondjuk olyan, hogy mennyire volt, vagy lett a trianoni béke szigorú, meg durva. Megítélésem szerint elég nagy szerepe volt. Például az előbb említettem Jeszenszky Gézát, őnek is ez a véleménye egy évtizedekkel ezelőtt írt tanulmányában, de ahogy olvasom a különböző nyelveken itt a mindenfélét Seton Watsonról, ez közvélekedés. A fiai is azt írják, mondjuk természetes módon az édesapjuknak komoly szerepe volt. Azt kérdezted, hogy milyen szerepkörbe volt ott. Hát kettő szerepköre volt. Egy tanácsadó, tehát hogyha valami konkrétumot nem tudták róla a béke csináló, akkor tudták, hogy fél életét Magyarországon, valami 6-szor vagy 7-szer volt Magyarországon, de mindig több hónapon keresztül, és utazott, megengedette magának, mert a teakereskedelemből, tehát a saját pénzét arra használta, hogy tehát ez korrekt dolog, csak hát sajnos ellenünk szólt, akkor őt kérdezték meg. És amikor a Balfour meg a többi brit politikus, még franciák is, hát ugye ott volt a mindenki egy kupacba, Párizstól nyugatra, a Versailles szállodákba, meg kastélyba, őt megkérdezték, és hát el kell mondanom, hogy de még az előbbi gondolatban befejezem, hogy két minőségben volt ott, mint tanácsadó, ahogy mondtam, valamint, mint titkosszolga. Ugyanis
A szakirodalom, hát ugye lehetetlen hozzájutni a korabeli titkosszolgálati iratokhoz, de a szakirodalom megállapítja, és ugye unus textus, nullus textus, tehát egy forrás, nem forrás, viszont sok helyen olvasható, hogy ő a világháború közepetáján az egyik brit külországokra vonatkozó titkosszolgálatnak lett az ügynöke. Az ügynök, ez ugye csak Magyarországon a 3/3 kapcsán negatív dolog. Egyébként az információ megszerzése, ez egy alapvetően fontos, rendkívül fontos tevékenység. És ő is, meg más ismerősök is részt vettek a brit külügyi hírszerzés munkájában. Ő mint ilyen is ott volt. Na most a hírszerzők ismerik a hírszerzőket, teljesen egyértelmű számomra, bár bizonyítani nem tudom, de föltétele, de majd ezt az utolsó Seton Watson könyvembe fogom, amennyire a nemzetközi szakirodalom alapján hozzá lehet férni, megírni, hogy ő ezen a vonalon is a maga nézeteit képviselte. Milyen nézetei voltak? Na most itt ez egy nagyon fontos dolog. Ő például nagyon jó kapcsolatot alakított ki délszláv belgrádi politikusokkal, meg újvidéki, tehát magyarországi politikusokkal. Hát Újvidék, meg Belgrád, az pár óra egy jó gumirádlival, egy gumikerekű kocsival, ami annyira nem rázta őt a korabeli utakon. Szóval a lényeg az, hogy az első világháború előtt kialakult számára, kialakította önmaga számára azt a koncepciót, hogy a monarchia sorsa. Sokáig azt mondta pár éven keresztül Seton Watson, ez forrás szinten bizonyítható, hogy a monarchiának meg kell maradnia, viszont át kell alakulnia. Meg kell maradnia, át kell, hogyan kell átalakulnia. Na most itten ő többféle gondolkodásba vett részt, ismerőseivel is tárgyalt erről. Eleinte ő azt mondta, hogy a dualizmus helyett, Ausztria-Magyarország, tehát osztrák-német dualizmus helyett trializmusá kell, három központúvá, három osztatúvá kell tenni az osztrák-magyar monarchiát, osztrák-magyar-szláv monarchiává. Itt ebben a Seton Watson első kötetemben sokat írok itt, hogy mennyi szláv volt. Most csak a nemzeteket, nemzetiségeket mondom. Cseh nép a monarchiában élt, szlovák nép Magyarországon élt a monarchián, Magyarország északi vármegyeibe. A Kárpátalján a kicsi, de pár százezer, majdnem félmilliós, 400 000-re tették 910-es népszámlál szerint a ruszin, vagy rutén nemzet. Ugye Egán Nede tevékenységére gondoljon a kedves néző. A délszlávok közül a horvát nemzet teljesen a monarchián belüli magyar királyságon belül élt, Horvátországon belül több száz szerb élt. Csak egy ilyen embert mondok, egy horvátországi szerbet, Nikola Tesla, ugye? Azóta is ölik egymást a horvátok, hogy horvát volt, nem horvát volt, szerb volt, igen. Ott volt a Újvidék és Kecskemét közötti szerbség, sőt, Újvidék és Szentendre közötti szerbség, ugye? A Csernőbics Arszenije pátriárka 200 000 szerbje bejöhetett Magyarországra, Habsburg engedélyt, tehát nagyon komoly szerb nemzetiség volt. A szlávok, a románok ugye nem szlávok, Tisza István erre építette a román-magyar barátságot, hogy két nagyobb nemzet a Magyarországon belül, és nem szlávok. Tehát az a helyzet, hogy Seton Watson először azt mondta, most jutott eszembe, a levelezéséből ez kiderül, a levelezésben az ember a feleségének általában őszinte dolgokat szokott írni, ő rendszeresen, hála Istennek, rendszeresen megmaradtak a levelei, leírta a feleségének, hogy mit, hogyan gondol. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy át kell alakuljon a monarchia, a trializmussá, és a szlávok komoly szerepet kell kapjanak. Na most csak emlékeztetlek téged is, meg a kedves nézőket is, hogy 1866-67-ben, amikor a kiegyezés körüli tárgyalások mentek, akkor a horvátok is akartak kvadrializmust, a horvátok kiszakadni Magyarországból, és stb. Valamint a csehek is. Hát Deák Ferencéknek, Andrássy Gyula gróféknak komoly munkájába telt, hogy Bécsbe el tudták intézni, hogy dualizmus legyen, és ne négyes vagy hármas osztatú legyen a monarchia. Ezt mondhatták Seton Watsonnak a szláv, prágai, selmecbányai, újvidéki, zágrábi barátai, és
ez volt a gondolat a 914-ig. De most, amikor megölik a trónörököst, akkor egy másik leveléből, ami szintén a feleségehez írt, tudható, de ez máshonnan is bizonyítható, más szakirodalommal, meg forrásokkal is, hogy azt mondja, hogy a monarchiát szét kell bomlasztani. Mm-hmm. Szét kell bomlasztani. Itt megint bejön a nagy politika, ugyanis van itt egy speciális szál, csak egy fél percre elmondom, ha megengeded. Majd a későbbi Seton Watson köteteimben lesz. Ez volt három idézőben jeles, kőkemény magyar ellenes politikus, Tomás Garrig Masaryk, Eduard Beneš és az első, leendő első csehszlovák miniszterelnök Karel Kramárs. A Kramársnak a felesége egy szentpétervári orosz cipésznek a lánya volt, a Kramárs csehszlovák királyságot akart egy Romanov főherceggel az élen. Gondoljunk csak bele a mai cseh politikára 2024-be, hogy gyűlölik az oroszokat. Tehát majdnem orosz főherceg, Romanov főherceg királyság lettek, zárójele érdekesség, zárójele bezárva. Tehát a helyzet az, hogy amikor a háború volt, akkor ahelyett, hogy a monarchia ostoba hatóságai lecsukatták volna Masarykot, Benest, a Kramárst lecsukatták, de 17-ben Károly király, az új császár és király kegyelmet adott neki. Azonnal mentek nyugatra. Mind a hárman, a három cseh politikus nyugatra ment, és hát ugye Amerikába mentek Masaryk, Benest. Most nem részletezem, nincs rá idő, de amikor a Masaryk Londonba ment, akkor azonnal fölkereste Seton Watsont, jó ismerősök lettek. Seton Watson később el tudta azt érni, hogy az angol, az egyik londoni egyetemen ilyen Kelet-Európa tanszéket hozzanak létre, amelynek Masaryk lett, a Masaryk tanszéknek nevezték Londonban. A legszorosabb kapcsolatba került, főleg Masarykkal és Eduard Benessel. Úgyhogy az a helyzet, hogy amikor a szerb koncepció, tehát hogy a délszláv nagy birodalmat létre kell hoznia, már fejébe volt, akkor milyen könnyű volt azt mondani Masaryk hatására. Masaryk még az USA akkori elnökéhez is elment és beszélt vele, kicsit nehéz volt őt meggyőzni, de most ez nem ide tartozik. Milyen könnyű lehetett eljutni odáig Seton Watsonnak, hogy akkor szét kell rúgni az egész osztrák-magyar monarchiát, és létre kell hozni. A szlovák barátai ezt mondták neki, a cseh és szlovák, úgynevezett csehszlovák, akkor még úgy volt sokáig, hogy királyságot, majd csehszlovák, Csehszkoszlovenská republikát, a csehszlovák köztársaságot. És itt már mi is történik? Nem csak az osztrák-magyar monarchiát rúgják szét darabokra, hanem a magyar királyságot is. Mert Horvátország a magyar királyság társországa, az 1868/30. Törvénycikk, a horvát-magyar kiegyezési törvény, mert ilyen is volt alapján, ugye Fiume Magyarországhoz, Eszék és három megye, Eszék megye még kettő, pedig horvátoké, a délszlávok kiválnak, ugye, és azt az úgynevezett szlovák terület a felvidéken kiválik, akkor még úgy gondolták Prágában és Bratislavában, hogy egészen Máramaros szigetig lecsúszik. Ennek az volt a rációja, hogy egyrészt minél nagyobbak akartak lenni, ez a hosszú kukacország, másrészt meg, hogy a románokkal mindenképpen közös határt akartak. Ugye? A későbbi korridor, a Kisantant az már Seton Watson fejébe korábban megvolt. Uh-huh. Ezeket majd a könyveimben én kifejtem. Mit akarok mondani, hogy az felettébb furcsa, hogy eljön ide egy skót úriember, egy gazdag, ilyen ifjú mágnás, körbeutazza Magyarországot, felháborodik, hogy itt hogyan bánnak a nemzetiségekkel, miközben a brit birodalomba, például Afrikába halomra ülik a feketéket egyébként, meg a búrháborúk idején koncentrációs táborba zárják a búrokat. Mert ezt is kevesen tudják ám, hogy a koncentrációs tábor, mint elképzelés és megvalósítás, az először a britek csinálták a történelem folyamán. Tehát látok ebbe egy kis, hogy mondjam, képmutatást az ő könyveibe hozzáállásába. Miért nem otthon nézett szét, miért nem otthon kezdett el sepregetni, hogyha egy ilyen nagy morális fölhorgadás volt benne? Igen, szeretném elmondani talán először,
hangzik ezzel nyilvánosan, hogy a Kárpátia Stúdió kiadó most Szakács Árpád kiad egy könyvet, ez 1,5 millió leütés, egy óriási könyv, két skót történész írta, nagyon pikáns, hogy Seton Watson nemzettársai, két skót professzor, az egyik már elhunyt, a másik még élő, idősebb úr, és hát én most dolgozok ezen a könyvön, megdöbbentően leírja pont azokat a folyamatokat, ezzel kezdődik a könyv, hogy a búrháború. 1900-as évek legeleje, búrháború, ahol oda vezénylik a brit expedíciós hadsereget, és 30-valahány ezer búrt levágják a fejüket, kezüket, lábukat, agyonlövik, stb. És leverik mindent, minden önálló mozgalmat levernek, mindegy, hogy fehérek, feketék, búrok, vagy akárkik csinálják, és ott oda kineveznek egy brit személyt vezető politikusnak, kormányzónak, és az a gazdasági kizsákmányolás és az a kegyetlen fölfogás, kegyetlen konkrét napi börtön, megverés, stb. Tevékenység sehogy se illik a brit liberális, hangsúlyozott liberális teázunk és közben biztosítjuk a világ számára a szabadságot fölfogásba, fölfogáshoz sehogy se illik. Mert hogy van az, hogy 5000 vagy 8000 kilométerrel odébb meg levágjuk a fejét a búrnak. Tehát valamelyik nem igaz. Na most nyilvánvaló, és ez a két skót történész több száz oldalon keresztül, hát én még csak a 200-valahányadik oldalnál tartok, ellenőrzöm a magyar kiadást, megdöbbentő dolgok, bizonyítékok vannak arra, amit te úgy fogalmaztál, hogy képmutatás. Igen, ez a brit politika képmutatása, ugyanis a két skót professzor kolléga leírja, hogy egy titkos elit nevű, ez a neve egy szűkkörű, néhány fél tucat ember által alakított nevek ott vannak a könyvben, akit érdekel, majd vegye meg. Ez is lesz a könyv címe, a titkos elit. A titkos elit, igen, a titkos elit a könyv címe, más az eredeti címe, de ez így nagyon jó. A titkos elit hogyan szervezi így körkörösen azokat a titkosan működő, nem kimondottan szervezeteket, hanem emberei kapcsolatokat, politikusok közötti kapcsolatokat, aminek az volt a célja, hogy Anglia vagy Nagy-Britannia legyen a világ legnagyobb gyarmatosítója, Anglia legyen Európa legnagyobb gazdasági termelője, harmadik pont, Anglia legyen a világ legnagyobb kereskedője, beleszámítva az USA-t is, az USA ugye akkor már mint a raketta jött fölfelé az amerikai gazdaságtörténet tényei szerint, úgyhogy ez egy ilyen összeesküvés elméletszerű dolog, azonban 1,5 millió leütésben tömérdek bizonyíték van arra, hogy Seton Watson hát nem a jó ügyet szolgálta. De akkor ennek a társaságnak, ennek a tőkés társaságnak az érdekeit képviselte lényegében? Hát tevékenységében. Az a helyzet, hogy ő alapvetően egy humánus ember volt. Tehát ő ilyen gazdasági, az én tudomásom szerint ilyen gazdasági érdek dolgokban nem nagyon volt benne, ő élvezte a család által megteremtett vagyont, és ő a brit liberális humanizmus elvi eszmei szépnek nevezhető részét képviselte, ami sajnos abból állt, hogy bennünket, magyarokat az egész világ előtt sikerült a sárga földig legyaláznia. Mindenképpen meg akarom kérdezni tőled, Ernő, hogy a korabeli magyar titkos szolgálat, a korabeli magyar elhárítás foglalkozott ezzel az emberre? Nem tűnt fel nekik, hogy jött itt egy brit állampolgár, és körbeutazza, körbejárja a nemzetiségi nacionalista fészkeket, ott beszélget ezekkel az emberekkel, információt gyűjt, majd ugye ír cikkeket, tehát a cikkek formájában is megjelennek a tapasztalatai, le akarja járatni a magyar államot. Erre reagáltak bármilyen módon? Hát sajnos azt kell mondanom, hogy nem. Megmondom, hogy ezt honnan tudom. Nekem is ez lett a gondolatom, miután ezt a 908-as nemzetiségi kérdésről szóló könyvét elolvastam.
először az angolt néztem, utána a magyar fordítást, hogy hát a magyar hatóságok vajon mit csináltak? Volt politikai rendőrség, akkor is volt a hadseregnek mindenféle, tehát a Count K. Armének is, meg a Magyar Királyi Honvédségben is voltak ilyen felderítő tisztek, meg egyebek. Tehát nagyon egyszerű lett volna kiadni a parancsot, hogy tessék ezt az embert követni, megnézni, mit csinál, kivel van kapcsolatban, stb. Úgyhogy elbalagtam én a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárába, föl a várba, és hát megkértem az úgynevezett szakreferens urat, hogy nézze már át a számítógépes listákat, hogy Seton Watsonra bármi, tehát titkos rendőrségi, politikai rendőrségi, bármi van-e, és hát pár hét vagy két hónap után jött a válasz, hogy nincs. Egy hónap után jött, hogy hopp, van egy, találtak egy dokumentumot, Tamás. Tehát nem 500 vagy 800 vagy 2000 dokumentumot a fölforgató Seton Watsonra, hanem egy dokumentumot, de az se titkosszolgálati jelentés volt, hanem az egyik felvidéki útja során talán a Selmecbányai Dom nevű ilyen szlovák nemzeti házban, ilyen nemzeti műfházszerűség volt, tartottak ott szlovák előadásokat, stb. Amikor megjelent a Seton Watson, ott tartottak egy ilyen a tiszteletére, egy ilyen őt köszöntő, őt ünnepies keretek között fogadó díszvacsorát. És a díszvacsorán oda a helyi főszolgabíró, tehát a járás vezetője küldött embereket, utána beszélgetett informátorokkal, és ez a jelentés olyan majdnem két oldalas kézzel írt jelentés. Ott elhangzottak, hogy Seton Watson teremti meg majd az önálló szlovák államot, hogyha majd a magyarokat kizavarják, meg stb. Ennyire és konkrétan elhangzottak ilyen dolgok. Igen, ez éreztetve hangzott el, viszont írja a főszolgabíró, hogy másnap három vagy négy vezető szlovák helyi emberrel, egy orvossal, egy pappal, evangélikus pappal, meg ők kimentek egy üdülőhelyre, ahova már nem tudtunk embereket küldeni utánuk, mert az feltűnt. És valószínűleg a politikai súlyú dolgokat ott beszélhették meg. Mindössze ennyi van a magyar országi levéltárakban. Elgondolkoztam, hogyan értékeled a magyar szerveknek a... Pont most akarom mondani, kérlek szépen, hogy ugye én az egyetemen is azt tanítottam annak idején évtizedeken keresztül, hogy a Magyar Királyság 1868-tól Trianonig Európa liberális mintaállama volt. Nem csak a nemzetiségi törvény miatt, hanem a zsidókra vonatkozó 1867 per 12. törvényszék, majd az 1895-ös, tehát a izraelita vallás felekezett a magyar történelmi egyházakkal azonos jogokat kapott, most világ és akarok erről beszélni, mert messze vezetne. A lényeg az, hogy a legrosszabb, ami Európát érheti, az a túlzásba vitt liberalizmus. Tehát ezt úgy értem, hogy mert a liberalizmusnak a nagy jelszavai azok nagyon szépek, főleg, hogyha korrekten megcsinálják. Na de pont erről beszéltünk, hogy Londonban nagy liberty volt, Dél-Afrikában meg ölték a mindenkit, főleg a búrokat. És a lényeg az, hogy nem alakult ki a magyarokban az ösztönös önvédelmi reflex, az ellenség barát felismerő rendszer, ez egy repülési szakkifejezés egyébként, hogy ki a barát, és ki az ellenség. Ez nagyon érdekes, mert találtam arra is levéltári nyomokat, meg országgyűlési beszédekben is, hivatalos beszédekben nyomokat, hogy azt mondják az embereknek, hogy nem kell, a politikusok, hogy nem kell tartani semmitől, mert Európa második legnagyobb országa vagyunk, Európa egyik legnagyobb hadserege a miénk, most építik a hadsereget, most vezetik be a 8 mm-es Mallier puskát, a védelmi biztos, semmi nem veszélyezteti. Mondok egy példát. Fölkeresték Vekerle Sándort miniszterelnököt a második kormánya idején, 1906 és 1910 között volt Vekerle másodjára miniszterelnök, ez a koalíciós kormány, tehát a Kossuth-Ferenc féle függetlenségi párt, stb. Ifjabb András Gyula belügyminiszter, és fölkeresték őt egy jelentéssel,
hogy figyelem, mert nem tudom már melyik nemzetiségiek nagyon komoly magyar ellenes tevékenységet folytatnak, és hát valamit kellene csinálni. És Vekerle visszaírt, hogy bocsánat, de beszéltem a közös külügyminiszter úrral, a közös hadügyminiszter úrral, azt mondta, hogy semmi tennivaló, a birodalom nincs veszélybe. Na most ez a fölfogás, ami Tianonhoz vezetett. Ez a fölfogás. Tehát nem véletlen az, hogy Tisza István gróf, aki fiatal korában bankvezérként liberális ember volt, azonban amikor 903-ban először miniszterelnök lett, akkor azt látom az intézkedéseibe, meg a második 913 júniusától másodjára miniszterelnök, főleg ekkor a második kormányzata alatt konzervatív döntéseket hoz. Csak egyet mondok, hogy a haderőreform. Igen. Báró Hazai Samu, zsidó ember volt egyébként, a legfessebb magyar tábornokként fölöltözve, Hazai Samu később 14-be kap talán báróságot, jól emlékszem, beterjeszti a haderőtörvényt, ami azt jelenti, hogy több pénz kell a seregnek, a Magyar Királyi Honvédségről beszélünk, és több újonc. És a parlamentben nem szavazza meg a hatalmas ellenzék. És a kormánypárton se akarják. És obstrukció lesz, igen. És összetörik a parlament gyönyörű butorait, leszaggattak mindent, és ott ülnek a... Tehát egy leendő háború. Na most pont ezt akarom mondani, hogy ez van 912-ben vagy 13-ban. Elképesztő, ugye? Miközben Európa fegyverkezik. Az orosz tüzérségbe, az orosz cári tüzérségbe a 4 ágyú helyett 6 ágyú lesz. A magyar királyi tüzérségben egy tüzér ütekben 4 ágyú van. Tehát ugye ösztüzet, a támadásokat ösztüzet kell ülni, nincs annyi ágyú, mint az orosznak. Tehát itt sok ilyen példát tudnék mondani. A lényeg az, hogy a liberális Magyarország belső túlzásba vitt liberalizmusa Szegfi Gyulától tanultam, ezt sajnos nem én találtam ki, de igazam van Szegfi professzornak, az egyik oka Tianonnak. Seton Watson tevékenysége is oka, a szabadkönyvesség tevékenysége is oka. Egyáltalán én, most nyomda alá kerül lassan egy könyvem, a Magyar Királyság belső ellenségei, ugye a szabadkönyvesség tevékenységéről, meg egyéb más, tehát a trianoni összeomlásnak nem egy, vagy két, vagy öt oka volt, hanem sok több tucat oka volt, és ezek időben a világháborús romlás erkölcsi, anyagi, gazdasági, katonai legyöngülés idejébe 18 nyarától őszéig egyszerre jelentkeztek. Uh-huh. És hát ebben Seton Watsonnak megvolt a maga szelete. Ő egyébként szabadkönyves volt, ez lehet? Nem találtam nyomát, hogy szabadkönyves lett volna. Ez nem jelenti azt. Most kezdik kiadni a skóciai szabadkönyvesség iratait. Pont egy szegedi egyetemi hallgató, aki végzett, került oda ki, és tőle tudom a konkrétumokat. Ez egy 3-4 éves információ, de ezek az iratok titkosak, tehát nem lehet hozzáférni. Igen, Masaryk az volt, ha jól tudom. Az öreg Masaryk nem volt az, az ifjabb Masaryk. A Benes volt szabadkönyves, francia vonalon, igen, tehát igen. A monarchiában, ugye Ausztriában nem volt szabadkönyvesség, hanem a Magyar Királyságban volt, és ott a nyoma sincs, hogy Benes, de... Csak hogy a barátai, ugye, vagy hát jó ismerősei. Igen, többség. Ezek a rendszerek, ezek összefüggenek. Mm. Tehát az angol titkosszolgálatok, a brit szabadkönyvesség, de ugyanezt el tudom mondani a Deuxième Bureau-ról is, meg tehát a francia titkosszolgálatokról is, meg a Clemenceau és a külügyminisztere 18-19-ben, ugye 19-ig nem tudom hányadjára miniszterelnök Clemenceau, ők fiatal legénykorukba léptek be, egyetemista korukba, ugyanabban a szabadkönyves páholyban, egész életükben a francia nagyorinesz nagy páholy egyik páholyának voltak a szabadkönyvesei. Ezek a rendszerek összefüggenek. És gondoljunk meg, hogy a monarchia ellenében milyen óriási kockázatot jelentett, amikor 903-4-ben két egyezménnyel az angolok meg a franciák szövetségre lépnek. És ez a két skót professzor, akit idéztem, részletesen leírják, hogy az Brit Védelmi Bizottság egyik albizottsága, ott voltak a tengernagyok szárazföldi haderőtábornokai, és a francia, tehát a brit és a francia vezérkarok 1904-ben, 5-ben, 6-ban, 7-ben, 8-ban
dolgoztak a Németország megtámadásán, a konkrét hadműveleteken, hogy Schleswig-Holsteinnél törnek be Németországba, stb. Stb. Úgyhogy amit kezdetként szerettem volna elmondani, azt most, ha csak egy mondatban összefoglalom, hogy az a helyzet, hogy Seton Watson kapcsán a kutatásaim során kellett arra rájöjjek, hogy még én is úgy tanultam az egyetemen, és ha legjobb tudomásom szerint a magyarországi gimnáziumokban, egyetemeken a töri szakon így tanítják, hogy az első világháború alapvetően, tehát a világtörténelem első modern gépi nagyipari háborúja, 10 millió halottal, stb., óriási anyagi károkkal, erkölcsi föllazulással, az a német agresszió következtében indult meg. Nem. A brit külpolitika következtében. A brit-francia szövetség robbantja ki az első világháborút, ez a két francia, vagy két skót professzor pontosan ugyanazokat írja a könyvében, csak sokkal részletesebben, nagyobb tudással, mint amit én erről Tisza István egyik beszéde kapcsán ebben a Mr. Trianon című kötetemben. Egy utolsó kérdésként azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ennek fényében, mindennek fényében, miről beszéltünk, hogy látod a mostani európai helyzetet? Ugye a pár hete bejárta egész Európát az a hír, hogy Macron ugye mit mondott Oroszországról, hogy fel kell készülni egy Oroszország elleni háborúra. Ugye tudjuk, hogy az angolok is nagyon ütik a vasat ebbe a témába. Hogy látod ezt az egészet? Hát múltkor egy barátomnak azt mondtam, hogy lehet, hogy Európa olyan helyzetben van most, mint a római birodalom volt, a nagy hatalmas római birodalom a Krisztus után 476 előtt, nem sokkal. Tehát az összeomlás szélén áll. A helyzet az, hogy akár Macron, biztos vagyok benne, a szóhasználata a szabadkönyves értékeket mondja mindig. Tehát biztos vagyok benne, hogy szabadkönyves, bár nincs a bizonyítékom. És most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye az európai hadiiparok, az európai atomhadiipar, az egy nagyon-nagyon pénzcsapoló, pénzszívó, pénzt megkívánó hadipar. Biztos vagyok benne, hogy Macronnak ez a mondata, ez azt kívánja ösztönözni, hogy valahogyan az atomhatalmak, amelyek képesek lehetnek, nem biztos, hogy képesek rá, tehát több ezer atomtöltete van, termonukleáris robbanóanyag a rakétája, minden balisztikus interkontinentális rakétája, tehát 10 000 kilométerre hatékony orosz fegyverzete van. Lehet, hogy Macron arra gondol, hogy az orosz ellenes potenciális atomhatalmakat össze kell hozni minden körülmények között, mert máskülönben végük van. Én megítélésem szerint Oroszországnak esze ágába sincs megtámadni a világot, mert az orosz szárazföldi hadsereg az elmúlt két év bebizonyította, hogy nem olyan hatékony, mint ahogy azt sokan gondolták, mint az Sojgu tábornok, vagy sorolhatnám most az orosz tábornokokat, de nem teszem. Tehát a helyzet az, hogy valószínűleg, mint ahogy, bocsánatot kérek, a nem túl szerencsés hasonlat, én, mint régen a munkásőrségnél az összetartás. Összejöttek, és akkor ott a 3 napig azt súlykolták, volt egy kis gyakorlat, egy kis pocaknövesztő sörözés, előadások, azt súlykolták, hogy össze kell tartsuk, elvtársukban jönnek az imperialisták. Most a Macron atomháborúval fenyegeti a világot, és a politikusok egy része biztos elgondolkodik, nem akárki mondta, tehát nem egy részeges történész mondta a kocsmába a barátainak, hanem a 150-60 atomtöltettel rendelkező francia köztársaság első embere mondta, és ugye, ha megnézzük az atomhatalmakat Európában, Franciaország, nem Oroszországon kívüli, Anglia. Tehát Franciaország és Anglia, és az Egyesült Államok. Tehát ha ezt a 3 atomhatalmat sikerül összekapcsolni, az olyan brutális fenyegetés Oroszország számára, hogy az elrettentő. Az elrettentő. Tehát az oroszokról sok mindent lehet mondani, csak az, hogy a hírszerzésük és a hírszerző értékelő tisztjeik rosszak lennének. Erről én tudnék mesélni, nagyon érdekes dolog, de biztos, hogy valami ilyen
ilyen megelőző fenyegetésről lehet szó. Nagyon-nagyon meglepő lenne, hogyha termonukleáris háború lenne, mert akkor Európa elpusztulna gyakorlatilag. De ott még nem tartunk. Igen. Hát kísértetiesen hasonlít a korunk az első világháborút megelőző korra is. Igen. Szeretettel várunk vissza, hogy még ilyen témákról beszélgessünk. A hallgatóknak, nézőknek pedig köszönöm nagyon szépen, hogy velünk tartottak az elmúlt egy órába. És köszönöm, Ernő, hogy eljöttél még egyszer. Én köszönöm szépen, nagyon szívesen.